és nem marad más hátra, mint hogy megkérjem Kasuba András urat, az Országos Magyar Vadászkamara Vadvédelmi és Vadgazdálkodási Bizottságának elnökét, hogy próbálja meg összefoglalni ezt az egészen tömére sikeredett konferenciát. Tisztelt konferencia részvevői, tisztelt hölgyeim és uraim! Itt zárásként először is meg szeretném köszönni a Komárom, az Országos Magyar Vadászkamara Vadvédelmi Vadgazdálkodási Bizottságának tagjai nevében is a Komárom-Esztergom megyei, Vármegyei Területi Szervezetnek, hogy ezen a helyen megtarthattunk ilyen elegáns helyen ezt a konferenciánkat. Külön köszönöm az előadóinknak is, hogy a felvállalt témákat előadták és megtartották nekünk, illetve köszönöm önöknek is, hogy megtisztelték az előadást, illetve részt vettek rajta. A Országos Magyar Vadászkamarának a Országos Vadásznapja, pontosan Országos Vadásznap keretén belül kerül ez a konferencia évek óta megtartásra, és az idei évben számos konferencia volt, szakmai konferencia több megyében is, amik mind jó témákat öleltek fel, de úgy gondolom, hogy a bizottságnak sikerült a mai napra szintén hasznos témákat idehozni. Én azt gondolom a mi részünkről, hogy fontos témákat érintettünk a mai nap folyamán, és úgy gondolom, hogy a jogszabályi változás miatt ezek rövidesen hatályba is fognak kerülni, remélhetőleg. Van, ami már november 1-től, illetve van olyan rész, még a végrehajtási rendeletet várjuk hozzá, és hogyha az is hatályba lép, akkor viszont őket lehet használni. De összegezve, amit ma hallottunk, igazából minden előadótól lehetett, vagy mondhatjuk azt, hogy minden előadónak az előadásából szerintem ezt tűnt ki, hogy maga a modern eszközöknek a használatára szükség van a vadgazdálkodásban, a ragadozógyérítésben, az aranysakának például a további terjedésének esetleges csökkentésében, vagy valahogy elérésében. Jelenleg nem ezt mutatják a számadatok. A vaddisznóállománynak a ASP területeken történő csökkentésében szükség van rá, és többször elhangzott, hogy nem az eszközzel van a baj, hanem aki a végén van az eszköznek, aki használja, és az etikus vadászatot remélhetőleg a végrehajtási rendelet is fogja úgy segíteni, hogy ez mind engedélyhez lesz kötött. Tehát nem úgy lehet, hogy innentől kezdve mindenki használhatja minden vadfajra, hogy elhangzott, hanem csak a ragadozóra lehet, külön kell kérni az aranysokára, a vaddisznóra lehet majd úgy használni, illetve valószínűleg a hangtompítónak a használata is rendőrségi engedélyhez lesz kötött. Mindenképpen ezeket fogja segíteni. Elhangzott az elektronikus beíró könyv is, ez is sokat segíteni, jelenleg ez nincs, nem kötelező, nem is kell, lehet használni hivatalosan, ezt is hallottuk, de lehet, hogy ez is sokat segíteni rajta. És azt gondolom, hogy a továbbiakban mindenképpen ez viszi előre a magyar vadgazdálkodásunkat, ezeknek a használatának az elterjedése, természetesen megfelelő szinten, illetve módon való alkalmazásával. Még egyszer köszönöm szépen mindenkinek, hogy itt volt. Én annyit szeretnék még mondani, hogy a központ kollégáinak is én szeretnék külön köszönetet mondani, mert nagyon sokat dolgoztak ennek a konferenciának a létrehozásába. Külön meg szeretném említeni Rung Áron urat is, aki sokat segített benne. És köszönöm szépen hozzá. Annyi még kiegészítésképp, hogy tegnapi nap folyamán a Vadászkamara honlapjára felkerült a 2024-25 évi Országos Vadgazdálkodási Alapnak a kiírása. Ez egy picit az idejében a bizottság részéről finom hangolásra került, köszönhetően annak, hogy a tavalyi évben jelentős volt a pályázati igény, és nagyon nagy volt az érdeklődés, és nagyon nagy lett a forráshiány is. Emiatt egy pici finom hangolás lett, mindenkinek ajánlom, nézzék át, és ugyanúgy október 1-től 31-ig lehet a pályázatokat benyújtani. Röviden annyit róla, hogy két célterület, a 2/1-es Rágóerdő, illetve a 2/6-os a
fácán fogoly tenyésztés az kikerült, pontosabban szüneteltetésre kerül a következő pályázati kiírásban. A 2x2, 2x3, az éves vadföld, évelő vadföldek benne maradtak. A 2x4-re helyeződött a legnagyobb szempont a vizes élőhelyeknek a megtartása. Ebbe is lett egy pici, hogy csak eszközbeszerzésre maximum 3 millió forintot lehet majd használni, illetve a 2x5-ös csapda ragadó, itt volt egy komolyabb, nem vita volt, csak inkább beszélgetés, de végül benne maradt úgy, hogy a 1,5 millió forintról 1 millió forintos maximum összegig lehet majd benne pályázni, és ami még esetleg érdemes, hogy az önrész, a minimum önrész 30%-ról 40%-ra emelkedett. Ez is egy fontos momentum hozzá, a többi természetesen benne van, én mindenkinek ajánlom. Köszönöm szépen még egyszer, és köszönöm, hogy itt voltak, és jó étvágyat kívánok az ebédhez.